fáradtság. Iskolába gyűlnek mind a nyuracskák. A tanító ott középen az anyu, kinek füle leghosszabbnak bizonyul. Kezdi az oktatást egy fejkáposztával, hallgatják is tátott szájjal. Az egymást tapasztó, tápusztó levelek képezte kámosztat, letépet leveleim belül tapasztalt betétet, mely a komasztott kámosztott törse, úgy hívják, hogy torsa. Ha most a torsára, sonjába visszatapasztjuk a letépet tápusztó kámosztott leveleket, a tapasztalt rendben, akkor szakaszott, helyesen, fejesen szerkesztett kámosztát képeztünk. Ez a lecke, megértettük, kérdezte a nyúltanár. Bólogattak a nebulók, hisz mindegyik mondta már. Akkor rögtön feleltetek, lapult a sok tapsi fül. Füllentettek, de hogy értik, és ez most mindjárt kisül. Nos, felejte, gyuszi, gyuszi, állj két lábros vázolt hát. Mi történik, ha ízekre bontasz egy fejkáposztát? Hol lakok? Felelte elképesztő képzetten a kis káposzta kopasztó ebugatta. De a tanár megbuktatta.